Sziasztok, én Sztreadi vagyok, és a mai nap alkalmával egy hűtőventilátort mutatok be nektek, ami nem más, mint egy Airblade 800-as Gaming Laptop Cooler Division. Itt van alatta. Igazából megmutatom a dobozon, hogy hogy néz ki. Tehát így néz ki. És a hátulján itt vannak a különböző instrukciók róla. Tehát amit középen látok, tehát amit itt látok most, ez az, hogy ezek a dőlészögek 5 pozícióban lehet állítani. Van 2 USB bemenet. Akkor ez az, hogy 6 ventilátor sebességbe lehet állítani, és 7-féle RGB mód, amit ugye ki is lehet kapcsolni, és akkor itt van, hogy minden irányból szinte hűt. Nos, ugye, itt vannak a gombok, az égő gomb az, ami, hogy a világítás hogyan működik, tehát itt ezt kell oldalt figyelni, tehát ezt. Megnyomom egyszer. Vagyis hát először is hosszan kell. Először is van egy ilyen világítás. Gyönyörű szép, a szivárvány minden színébe világít. És még amit nem mutattam meg nektek, most pont itt van a kábele a laptopnak. Vagány maga a logója, tehát nagyon vagány, jól néz ki. Spirit of Gamer, egy koponya az ikon. Akkor, ha megnyomom még egyszer ezt a világító gombot, van egy ilyen fajta világítás, akkor, ha még egyszer megnyomom, van piros, van zöld, van kék, van ilyen egyedi, hogy a színek közt váltogat, és ilyen is van. Mint hogyha így, mint amikor játszottak egy játékkal, és akkor így betölt. Loading. Tehát egy ilyen loading, ilyen töltőcsik. Azt mondja, hogy van rajta egy plusz-minusz gomb, ez ugye a ventilátornak a sebességfokozatát lehet így állítani. A minusszal lemegyünk az egyesre, viszont ha fölfele megyünk, most azt nézzétek el, hogy kicsit maszatos a laptop. És akkor ott van egy ilyen kis ventilátorikon a kijelzőn. Hát nem tudom, hogy tudnám nektek ezt most megmutatni, hogy igazából alatta hogy néz ki. De majd most mindjárt megpróbálom a lehetetlent. Ja igen, még valamit nem mondtam, hogy itt van ilyen két kiálló támaszték. Ezzel lehet a laptopot megtámasztani. Hát most én nem nagyon szeretném kihúzni alóla. Hát csak így alébb tolom is, hát igazából így néz ki. És ugye azt is mutatta a doboz így az ábrán, hogy hátul van 2 USB csatlakozó. Ezt amennyire tudom, megmutatom. Nem tudom, mennyire látszódik. Ott van az USB bekötve, ott van a másik USB. Most hát csatlakoztatva. Úgyhogy ez a hűtőventilátor, akik nagy gamerösök, nekik van kitalálva. Hát ugye én is szoktam játszani. Hát igazából erről más nem tudok mondani. Még annyit, hogy amit még érdemes róla tudni, azt elmondtam. Hát a dobozzál még azt írja, hogy megmutatom nektek. Itt van, hogy adatok. Airblade 800 RGB Gaming Laptop hűtő. Legfeljebb 17 colos LCD vezérlő, max 6 ventilátor sebesség per 7 RGB előre meghatározott háttérvilágítás, ergonomikus
kialakítását állítható pozícióval. Tehát én már a lényeget elmondtam, és hogyha kérdeznétek esetleg, hogy egy ilyen ventilátort honnan lehet rendelni, a platinumshop.hu oldalról lehet egy ilyet rendelni, de még egyszer mondom, Airblade 800. Úgyhogy nagyon megérti, viszont az árát tekintve, postai költséggel együtt véve, vagy ha nem is azzal együtt véve, már nem tudom, 10.480 forint összesen. Úgyhogy ha valaki ilyen jó kis hűtőventilátorra vágyik, akkor és nem sajnálja rá a pénzét, akkor annak ezt tudom ajánlani. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Ha bármi kérdésetek, hozzászólásatok lenne, nyugodtan tegyétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra. Én ezzel búcsúzom, addig is sziasztok!